Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel mai beszélgető partneremet, Molnár Jánost, Berekfürdő polgármesterét telefonon fogjuk kapcsolni. Üdvözlöm, polgármester urat, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm a megkeresést, és sok szeretettel köszöntöm én is a tévénézőket, rádióhallgatókat. Mint ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel számos intézkedést vezetett be a kormány. Berekfürdőnek a közössége hogyan fogadta ezeket? Én úgy gondolom, hogy hasonlóan az országos átlaghoz, attól, hogy van egy jobban, az elején voltak néhányan, akik nehezebben értették, de elég hamar megértette a lakosság. Tehát nagyon jó volt, úgy érzem, nagyon jó volt a közmédiákon keresztüli kommunikáció. Hamar megértették, hogy ez nagyon komoly dolog, amiről szó van. Pánikba nem kell esni, ezt mi is igyekeztünk a lakossággal közölni. Tehát viszonylag hamar kiküldtünk egy olyan értesítést, írásbeli értesítést minden lakosnak, amiben nagyon röviden összefoglaltuk a legfontosabbakat, ebben hangsúlyoztuk ezt, hogy pánikba nem szabad esni, de nagyon komolyan kell venni, és mindenki arra figyeljen, amit a közmédia hangsúlyoz, ne pedig azokat a rémhíreket vegyék elő, vagy ne azokat tartsák fontosnak, amik a pánikot kelték különböző más információk alapján. Ezt elég jól fogta a lakosság, elég hamar megértették. Kis közösségről van szó, de van általános iskolája Berekfürdőnek, ott is nyilvánvalóan elindult a digitális oktatás. Hogyan kivitelezhető, milyenek a visszajelzések a szülők részéről? Ami hozzám eljött ezzel kapcsolatosan, igyekszem minél több információhoz hozzájutni. Itt is a kezdeti nehézségek után viszonylag jól beállt. Vannak azért nyilván olyan nehézségek, ahol 3-4 gyerek van egy családban, és nincs ennyi olyan eszköz, amin folyamatosan figyelemmel tudnák kísérni a gyermek a információkat. Ott kellett néhány nap, amíg ezt meg tudták oldani, hogy megszerveznek, ki mikor használhatja az eszközt, ezt hogy oldják meg. Olyan is van azért, ahol ez a lehetőség ez nincs meg, vagy korlátozott. Ott a pedagógusok ezeket írásban pótolják, hogy az is haladjon. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógusok arra, hogy mindenhova jól eljusson, megértsék a gyerekek. Akik igényt tartanak a gyermek étkeztetésre, milyen formában tudja megoldani a közösség? Az étkeztetésnél a gyermek étkeztetést kérdezi, nálunk a gyermek étkeztetés és az idősek szociális étkeztetése, ami nem kis feladat, hiszen nagyon sok az idős ember Berekfürdőn. A legelőször az idősekét tudtuk megoldani, ott a szociális étkeztetést házhoz szállítva. Napi átlagban több mint 60, összesen 70-80 fő, ahova ki kell vinnünk az étkeztetést, ki kell vinnünk az ebédet. Nekik a nagy többségünk régebben saját maga oldotta meg, hogy elment az ételért. Ezt most mind kihordjuk. Az iskolásoknál hogy ott volt olyan, hogy a szülőnek is otthon kellett maradni, és akkor az otthon főzés meg volt oldva. Ez azért sok esetben nem ment ilyen könnyen. Ez most van folyamatban. Most csináltunk az elmúlt napokban egy körkérdést, hogy amennyiben házhoz szállítanánk az iskolások oldások érkeztetését, akkor kik igényelnék ezt. És eddig ez úgy volt, hogy a gyerekek vagy a szülők jöttek el, és ételhordóban vitték haza. De láttuk, hogy ez így nem elegendő, jobb lenne, ha meg tudnánk oldani a házhoz szállítást. Így viszont jóval többen igényelnék, akiknek az étkeztetés eddig nem volt
nem biztos, hogy teljesen jól meg volt oldva. Tehát a gyerekekét azt most szervezzük, hogy házhoz is kivisszük az óvodások és iskolások étkeztetését, akik kérik. Új helyzet állt elő a napokban, hiszen el lehet mondani, hogy a 65 évkor felettiek egy adott időpontban látogathatják a boltokat, és a 65 év alattiak pedig megint más időpontokban. Hogyan fogadta ezt a lakosság? Mennyire tartják be, mennyire figyelnek oda, mennyire fegyelmezettek a tekintetben? Ugye ez még csak néhány napos intézkedés, még elég az elején vagyunk, de ebben is úgy látom, hogy tartják, illetve itt a boltok, az üzletek, vagy gyógyszertár, ott is az első felhívások után ezt elfogadják. Nyilván van, aki kicsit rácsodálkozik, aki nem hallotta, bár nagyon sokat mondják ezt mindenfelé, és azt tapasztalom, hogy az emberek, hát nem csak a túlnyomó többsége, merem mondani, hogy mindenki nagyon figyeli a híreket. Előfordul olyan, hogy telefonon rákérdeznek, főleg idősebbek, hogy jól értettük-e, akkor tényleg így van, hogy akkor mehetünk a boltba. Akkor mondani kell, hogy ez nem könnyítés. Ha meg tudja oldani, akkor tovább is oldja meg, hogy családtag vagy valaki más az a bevásárlást oldja meg, vagy akár hívhatja az önkormányzatot is, ez a lehetőség is megvan. Ez változatlanul megvan, hogy aki keresi az önkormányzatot, akkor a bevásárlást, gyógyszert, elvitelt, azt megoldjuk. De ez valóban így van, hogy idős el tud menni. Van, aki örül neki, hogy ki tud mozdulni a lakásból, és tud sétálni egyet. Azt viszont nagy látom, hogy az utcákon a távolságtartás megvan, tehát azt tényleg jól tartják, hogy nem állnak le koketálni egymással, messziről köszönnek egymásnak, úgy távolból szót váltanak, de az utcák jóval üresebbek, igyekszenek tartani az emberek. Tehát a reménységünk az megvan, hogy ezt komolyan veszik. A veszélyhelyzetben talán minél fontosabb, hogy a térség országgyűlési képviselőjével, F. Kovács Sándorral és a megyei közgyűlés elnökével is, Huba Imrével is folyamatos kapcsolattartásban legyenek. Igen, ez így van, ez nagyon fontos. Ez megvan többféleképpen. Telefonon is tartjuk a kapcsolatot, illetve vannak hírlevelek, amiket kapunk, és írásban is ezek a kapcsolatok, ezek fontosak. Berekfürdő, mint tudjuk, egyik turisztikai célpontja, nem csak hogy a térségben, de az ország bármely pontjáról számos vendég szokott a fürdőben érkezni. Nyilván most ugye az is bezárásra került, illetőleg több szálloda is megtalálható a településükön. Hogyan tovább adódik a kérdés? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Emiatt főleg jobban a fejünk. Nyilván nem csak a miénk, hanem országos vezetőink is. Hiszen nálunk ugyanez a nagy kérdés, hogy tudjuk és meddig tudjuk megtartani a dolgozókat. Amikor az első szigorítások életbe léptek, és nekünk is ki kellett hirdetni a fürdő dolgozóknál is, hogy a fürdőbe vendéget nem fogadhatunk hivatalosan. Tehát fürdőbe zár, de hivatalosan csak nem fogadunk vendégeket. Akkor ez volt az első kérdés, hogy igen, de akkor mi lesz a dolgozókkal. Nagyon fontosnak tartottuk a fürdővezetővel, a testülettel azt hangsúlyozni, hogy mindenkinek a munkahelyét meg akarjuk tartani. És nem csak a fürdőnél, hanem más önkormányzatot tartozó intézményben is. Ebben nagyon elszántak vagyunk, bár nagyon nehéz dolog, nem tudjuk a végét, nem tudjuk, hogy meddig tart az egész. A tartalékaink azok elég végesek. Azért vannak olyan munkálatok a fürdőben, ami vendégtől függetlenül a felkészítés időszaka
ahhoz el kell végezni karbantartási, felújítási munkákat, ezeket továbbra is végezzük. Igyekszünk, próbálunk olyan munkákat keresni, amit az is el tud végezni, akinek nem feltétlenül az lenne a feladata, hogy legyen munkája. Tehát ne csak a bért kapja és otthon ül, hanem legyen értelmes munkája. Van, akit be lehet vonni a szociális étkeztetésnél az ételkihordásba például, vagy hogyha az időseknek szükség van a boltba járásra, vagy bármilyen más segítségre, akkor vannak, akiket be lehet vonni ebbe. Ezek részben önkéntesen mennek, de igyekszünk ezek közül a dolgozók közül bevonni, akiket csak lehet. Ahogy mondta is, hogy Beregföldi turizmusból él, ez nekünk úgymond békeidőben egy óriási lehetőség, hiszen ebből megél a település és a településen lakó emberek. Viszont semmilyen más, most már sajnos, amióta az üveggyár bezárt, azóta alig van más lehetőség, más munkalehetőség, ami nem az idegenforgalomhoz kötődik. Ami az idegenforgalomhoz kötődik, az most gyakorlatilag minden áll. Tehát független attól, hogy nagy szálloda, vagy magánszállásadó, hogy nagyobb vendéglátóhely, vagy kis vendéglátóhely, gyakorlatilag minden áll. Mindenkinek az a kérdés, hogy a dolgozókat mennyi ideig, hány hónapig tudja még fizetni. Tehát ez egy nagy kérdés. Itt próbálkozunk több mindennel, hogy lehet talpon maradni. Az eddigi állami segítség az sokat jelent, hogy például a járulékokat nem kell fizetni azoknak, akik turizmusból tartják fel magukat. Bízunk benne, hogy lesz még más segítség is, mert 2-3 hónapig még ki lehet húzni tovább, viszont arról már bele sem merünk gondolni, de bele kell gondolnunk. Polgármester úr, én megköszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, és hadd köszönjem meg ezúttal is mindazon elsősorban beregfürdőieknek, akik tényleg komolyan veszik, külön szeretném kiemelni a hivatalban dolgozókat, mert rájuk most a szokásoson túl is nagyon nagy teher, és jóval több munka adódik, de mindenki másnak, és hadd kérjem most még így, ezen a lehetőségen keresztül mindenkitől azt, hogy legyenek nagyon megértőek, nem csak a hivatalokkal, a vezetőkkel szemben, hanem egymással szemben is. Mert az valószínű, hogy el fog érni minket, hogy olyan munkákat is kell adni, ami valakinek nem lenne feladata, azt el kell végezni. Ugyanakkor lesz más, akinek nem tudunk munkát adni, de valamilyen juttatást mégis kell kapjon. Ezekben a megértés az nagyon fontos, hogy ne egymásra mutogassunk, ne vádaskodjunk, hanem segítsük egymást. Ezt kérem minden Berekitől, és nem csak Berekitől. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmutattam ezt. Kedves nézőink, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon. Viszontlátásra!